Vígan szól a dalom, nem neked húz az a tücsök. Vígan szólt a dal a legkisebbeknek, a nagyobb gyermekek pedig a kézműves foglalkozásokon vehettek részt a Gárdonyi pikniken szombaton. Ezt így ráteszem. Igyekszünk a Gárdonyi szellemébe sokszínű virágot készíteni, hiszen ő készített virágokat, nagyon szép akvarell rajzos, saját kezűleg készült virágai voltak. A kötélveréstől a virágkészítésen át számos emléket készíthettek maguknak a kicsik. Kötélverés, hát ez egy nagyon régi technika, van hozzá egy szerkezetünk, és négyféle színnel lehet. Hát most jelen esetben karperecet, esetleg fejpántot készíteni. A nagyobbaknak, sőt a felnőtteknek is kínáltak programot a Gárdonyi Emlékházban, ahol a Jumurcsák gyűrűje játék mentén keresgélhettek tárgyakat a játékleírás szerint az író egykori házának falai között. Az egész családnak szóló program a Gárdonyi Emlékházban a Jumurcsák gyűrűjének a titokfejtő játéka. Itt az egész család megtalálja magának a kis felfedező játékot. Aki pedig inkább a hatalmas gesztenyefák hűs árnyékában szerette volna tölteni a napot, az sem unatkozott a Gárdonyi kertben.